Dinamikusan fejlődik Vének. A településen az elmúlt évben több beruházás is elkészült, ezeket mutatták be a sajtó képviselőinek szerda délután. A faluban összesen 7 projekt nyert el támogatást, így több mint 100 millió forintból fejlesztettek, ehhez az önkormányzat önerőből 8 millió forintot tett hozzá. A források nagy részét pályázati úton nyerte el a falu, így például a Magyar Falu programnak köszönhetően is több beruházás készült el. Ennek keretében vásárolták meg például ezt a kisbuszt, ami 9 személyes, vagy megvalósult a temetőkerítésnek a felújítása, és pillanatnyilag pedig zajlik a központi épület, a faluháznak a felújítása. Ez a pavilon, ahol vagyunk, ez pedig egy másik pályázatból, ami topos pályázat valósult meg. Ott közösen indult egyébként a három szomszédos település, tehát Kisbajcs, Vámosszabadi, Nagybajcs és Vének, és ennek keretében egy ilyen turisztikai fejlesztés kemencével, pavilonnal, tehát én azt gondolom, hogy teljes értékben. Ezen kívül valósult meg még egy kamerarendszer kiépítése, ami meg is hozta az eredményét, hiszen a közbiztonság szempontjából fontos, és a belügyminisztérium pályázatán belül pedig járda, illetve út felújításokra került sor. A település polgármestere kiemelte, Vének lakossága is folyamatosan gyarapodik, mára már több mint 200-an élnek itt. Hozzátette, ez köszönhető annak is, hogy az elmúlt 10 évben sokat fejlődött a falu. Ha 2010-ig visszamegyünk, komoly út, tehát belső utak felújítási programban vettünk részt, több szakaszban megújultak a járdáink, elkészült 2015-re egy nagyon szép templomtérét fönt a faluház és a templom között. Folyamatosan próbáljuk a települést fejleszteni, ez akár LIDER által, akár Magyar Falu programmal, akár a belügyminisztériumnak ez az út- és járdafelújítási programjával. 2016-ban elhatároztuk, hogy turisztikai fejlesztésbe kezdünk. Itt már látszanak azért az eredmények, tehát kenutároló, kemencés kiülő, kemping kialakítása van folyamatban. A turizmus fejlesztése egyébként azért is fontos a településen, mert a támogatások mellett ez jelenti az egyetlen bevételt.